szépen lassan közeledünk egy évfordulóhoz, mégpedig ugye egy éve lesz annak, hogy Szentatyánk Ferenc pápa ellátogatott országunkba, meglátogatott több egyházmegyét is, ami sokak számára nagy örömet jelentett, hogy meglátogatta, illetve elzarándokolt Csíksomlyóra is, ahol fogadta őt a zarándokok sokasága. A pápa látogatásra készülve már akkor is említettem, hogy volt már alkalmam többször is találkozni a pápával, illetve részt venni ilyen pápai látogatásokon. Mindegyiknek egy egészen sajátságos hangulata van, így történt ez az elmúlt évben is. Megvolt egy nem csak sajátságos hangulata, hanem azt hiszem egy egészen mély és nekünk szóló üzenete. És én ezt az üzenetet valahogy úgy próbáltam magammal hordozni és magamba elmélyíteni, hogy amikor a pápa eljött, meglátogatott minket a mi otthonunkba, a mi egyházmegyéinkbe, még akkor is, hogyha nem kimondottan a Váradi egyházmegyéről volt szó, ezzel jelezni akarta, hogy ez a részegyház, ez egy fontos része, egy alkotó eleme annak, amit mi Krisztus egyházának, világegyházának nevezünk. És független attól, hogy nagyobb vagy kisebb egyházmegyéről van szó, mi egy része vagyunk ennek a nagy családnak, Krisztus egyházának, és ami nagyon lényeg, nagyon fontos és lényeges az, hogy egy eleven, egy élő és éltető része legyünk. És ebben próbált bátorítani bennünket a Szentatya, Ferenc pápa akkor, amikor szólt az zarándokokhoz, hogy ugye sok mindent félretéve, nehézséget, sérelmeket, megpróbáltatásokat, ugye túltekintve a sokféle kihívásokon, próbáljunk ugye a jövőben nézni, és próbáljunk építeni ott, ahol élünk, próbáljunk közösséget teremteni és közösséget erősíteni. És én azt hiszem, hogy az elmúlt esztendőben ezt az üzenetet próbáltuk úgy megélni a mindennapok folyamán is, mert ugye a pápa jött, rövid ideig itt volt, és azután ismét visszautazott Rómába, azonban az ő üzenetét itt hagyta mi számunkra, és azt kell mi gyümölcsöztessük a mi életünkben, és én azt hiszem, hogy ha nyitottak maradunk az emberek felé, igen, okosan és bölcsen bánunk és élünk a lehetőségeinkkel, akkor építők tudunk lenni ott, ahol élünk, és ezzel már eleget teszünk annak a feladatnak, ami egyben küldetésünk is. Úgyhogy én így értem és így próbálom megélni Szentatyánknak az üzenetét, legyek nyitott, legyek elfogadó, és építsek a közösségben is a közösségét. Tulajdonképpen ez a gondolat, ez nagyon közel áll ahhoz, amit mi Szent László üzeneteként is szoktunk emlegetni, hogy építők legyünk abban a közösségben, amelyben élünk. Úgy, ahogyan ő is épített várost, egyházmegyét, építette, erősítette a hitet, hát ugye ez egy régi üzenet, de mégis annyira aktualizálva most itt van előttünk, és én hiszem azt, hogy a Szentatya tanítása folytán, illetve azt követve, igen, imádsággal, sokszor lemondással, akár önmegtagadással, vagy áldozatvállalással meg tudunk ennek felelni, és akkor megérjük majd boldogan nem csak az első évfordulóját ennek a látogatásnak, hanem majd a következőket is, sőt, majd egy újabb pápa látogatásra is készülhetünk, ugye? A Jóisten adjon ebben erőt, kitartást, sok örömet és lelki békét.